A házasság világnapját február második vasárnapján ünnepeljük. Ez az ünnep Amerikából indult útjára 1981-ben házaspárok kezdeményezésére. Később második János Pál pápa is áldását adta erre a napra. Célja az, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy léteznek még jó, boldog és tartós házasságok. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete évek óta szervez rendezvényeket a világnap alkalmából. Tiszavasváriban több generáció Nagycsaládosokat köszöntöttek. Szűcs Imre bácsi 68 éve él boldog házasságban Kanénivel, és a gyermekeik is nagycsaládosok lettek. Négy gyereket neveltek fel, akiknek szintén nagy család lett. A fiatalabbik szücsémre bácsiak 40 éve élnek a feleségével együtt, Katikával ők már ö, szintén három gyereket neveltek, és a ö, lányuk, a legnagyobbik lányuk pedig Ágiék, pedig a férjével kettés annyival 17 éve élnek házasokban, és nekik is nagy családjuk van. Tehát ezért gondoltam, hogy most egy nagyon szép rendezvény lesz itt nálunk. A házasodási kedv hazánkban ugyan jelentősen visszaesett, ám a közvéleménykutatások adatai azt bizonyítják, hogy mindezek ellenére a házasság intézményének presztízse változatlanul erős, a házasság továbbra is a legtámogatottabb és legmegfelelőbbnek tartott párkapcsolati együttélési forma, amelyet az elmúlt évektől a kormányzati intézkedések is támogatnak. A legtöbb intézkedés az nem csak a nagycsárosoknak kedvez. Tehát beszéltünk így, hogy visszaállították első intézkedések között egy est három évre, amit az előző kormány két évre csökkentett, és egy, -egy létbizonytalanságba kergette gyakorlatilag a kisgyermekes családok igen nagy részét. következő intézkedések között megemlíthetjük azt, hogy visszaállították az adókedvezményt, a gyermekek után járó adókedvezményt az első egy és két gyermekes családok részére is, és kiemelten kedvező ez az intézkedés a három vagy több gyermeket nevelőknél is hiszen ott már 30 ezer forinttal gyermekenként nőhet vagy a család jövedelme. A rendezvényen az is elhangzott, hogy a gyermekvállalás nem csak lemondással és áldozatvállalással, hanem sok örömmel is jár. Ezt a nagy családosok tudják a legjobban közvetíteni a társadalom felé.